Sziasztok! Szóval meg kéne zene, vagy nem? Már rég nem, ugye? Köszöntelek titeket, meg azokat is, akik így az internet előtt követnek minket. Álljunk fel, és dicsőíteni fogunk, aztán a Sziszi fog majd tanítani. Jó? Nincs más kéz, mi értünk nyúl, szomjas vagy, nincs más út, Jézus az egyetlen. A pillantás mindent lát, egy érintés átformál, az Úr egy szót, sorba hull, súlyos lánc. Ő a minden, akire nézve az ég is fölteremtette, széne élet szeretetében én is elmerülhetek. Ő a minden, akire nézve az ég is fölteremtetek. Széne élet szeretetében én is elmerülhetek. Nincs más út, nincs más kéz, mi értünk nyújt. Szomjas vagy, nincs más kút, Jézus az egyetlen. Pillantás mindent lát, egy érintés átformál. Elég a szól egy szót, s borba hull, súlyos lánc. Ő a minden, akire nézve az ég is fölteremtetett. Beszéde élet szeretetében én is elmerülhetek. Ő a minden, akire nézve az ég is fölteremtetett. Beszéde élet szeretetében én is elmerülhetek. Értem jött, rám talált, szeretve felkarolt engem. Minden szív, minden száj, vajon Jézus az egyetlen. Értem jött, rám talált, szeretve felkarolt engem. Minden szív, minden száj, vajon Jézus az egyetlen. Ő a minden, akire nézve az ég is fölteremtetett. Beszéde élet szeretetében én is elmerülhetek. Ő a minden, akire nézve az ég is fölteremtetett. Beszéde élet szeretetében én is elmerülhetek. Ő a minden, akire nézve az ég is fölteremtetett. Beszéde élet szeretetében én is elmerülhetek. Ő a minden, akire nézve az ég is fölteremtetett. Beszéde élet szeretetében én is elmerülhetek. Ő a minden. Soha bűn.
dicsőségben, menj meleg nap, elszéltem. Halleluja, halál veszed, életed a drága vége. Drága vége. Ó, nem értem. Csak formáljon és
nélkülem. Jobb egy nap házadban, mint ezer bármerre a világban. Nincsen jobb, mint megtisztulni szent tüzetben. Nincsen szebb, mint mikor hozzám szólsz csendesen. Nincsen más megváltás, más út és megoldás. Jézus, csak te vagy a Messiás. És tudom, ezért létezem, hogy életem dicsérjen, ha rám csak formáljon és töltsön be fényed. És tudom, ezért létezem, hogy életem dicsérjen, ha rám néznek, meglássanak téged. Ezért nézek rád fel, nekem már más nem kell, csak formáljon és töltsön be fényed. Csak formáljon és töltsön be fényed. Csak formáljon és töltsön be fényed. És tudom, ezért létezem, hogy életem dicsérjen, ha rám néznek, meglássanak téged. Ezért nézek rád fel, nekem már más nem kell, csak formáljon és töltsön be fényed. Csak formáljon és töltsön be fényed. Csak formáljon és töltsön be fényed. És tudom, ezért létezem, életem dicsérjen, ha rám néznek, meglássanak téged. Ezért nézek rád fel, nekem már más nem kell, csak formáljon és töltsön be fényed. Csak formáljon és töltsön be fényed. Csak formáljon és töltsön be fényed. Forró lám, lám, lám.
megváltó. Ő megváltó, társam, barátom, reményem, messzire irányítja léptem. Szívem tiéd már egészen, oh-oh-oh-oh. És én meghajtom előtted érdemet, írgalmad rám zúdul, elfedez. Szívemben tűz forró lám. Irgalmad rám zúdul, elfedez. Szívemben tűz forró láng, 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 örök szerelme. Hegyek zúgnak, viharok dúlnak, itt vagy velem. A test elmúlhat, a te irgalmad őrzül léptem. Ha tűzöm,
hiszel át, szívem csak téged át, lelkem részévé válik tervednek. Nézlek a keresztván, ahogy minden hibám eltűnik kegyelmed fényében. A romokból életet fakaszt dicsőséged, kiemel a mélységből, ezért áldlak téged. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyaid, Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Bármi történjen, ígéretedben bízom lelkem. Ha elgyengülnék, benned új reményt találsz szívem. Ha tűzön hiszel át, szívem csak téged áll, lelkem részévé válik tervednek. Nézlek a keresztfán, ahogy minden hibám eltűnik kegyelmed fényében. A romokból életet, fakaszt dicsőséget, kiemel a mélységből, ezért áldok téged. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyaid, Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Csak téged át, lelkem részévé válik tervednek. Nézlek a keresztfán, ahogy mindent hibám eltűnik kegyelmed fényében. A romokból életet fakaszt dicsőséged, kiemel a mélységet. Dicsérlek örökké.
Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna fenn a menn. Hozsánna, 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 Hozsánna fenn a mennben. Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna. Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna fenn a mennyben. Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna fenn a mennyben. Hozsánna fenn a mennyben. Hozsánna fenn a mennyben. Gyenge szó. És a szegény fekkel így szól, öröksége az Úr, benne gazdaggá lettem. Éljen most újra az a láb, a tűz mely mindent elég. Yeah.
mennyel együtt hirdetem, te vagy a szent. Szeretünk téged, imádunk, Urunk, te vagy Istenünk, napunk és pajzsunk. Elküldted fiad, hogy vigye keresztjét, ő bűnödött minden bűnünkért. Szeretlek, Uram, imádlak, egész életem, téged magasztal, minden bennem, fogadd el tőlem, az egész életem. Téged magasztal, minden benned. Istenem, állunk előtted, és téged magasztalunk, és neked akarjuk átadni az életünket ma. Uram, add, hogy az életünk úgy, ahogy van, téged magasztaljon, és téged dicsőítsen. Uram, add, hogy ahogy az emberek látják az életünket, úgy dicsőítsenek téged, mert abban a Isten dicsősége, a te dicsőséged látszódjon. És ma letesszük az életünket eléd, és tudjuk, hogy te mindent látsz. Minden hibát, minden bűnt, minden gyengeséget. És Uram, arra kérünk, hogy ezekből a romokból építs egy dicsőséges életet, egy dicsőséges templomot, ami téged dicsőít. És ha megnyitjuk a szívünket ma előtted, és arra kérünk, hogy szólj ma hozzánk. Jézus nevében. Amen. Hát szerintem tapsoljuk meg a dicsőítést. Sziasztok, jó estét! Jól vagytok? Gyerekek, ez ilyen amerikai kérdés, hogy ezt még egyszer. Amúgy lehet érteni, amit mondok? Most már lehet? Mert be van dagadva a szám. És ha megkérdeznétek, nem csak így amerikai módon, hogy vagy, és tényleg kíváncsi lenni a válaszra, akkor elmondanám. Amúgy üdvözlök mindenkit az internet előtt, sziasztok! Bejelenteni valóval is kéne kezdenem. Az első az, hogy a hónap végén a Crosssound-dal megrendezésre kerül egy Crosssound farsang, ami a
abszolút formabontó lesz. A Jesus Loves Electro újra jön Magyarországra, biztos már hallottatok róla. Az MC-nek a szerepét nem mondhatom el. A fellépők viszont ott vannak a plakáton, az Andelic Jonathan és a Johnny K. Palmer is, illetve a Shoeshine után egy ilyen nagyon jó zenés estével folytatja ezt a farsangot. És ha tehetitek, akkor csoportosan vegyetek jegyet, mert úgy olcsóbb. Ha nagyon sok pénzed van, akkor az utolsó pillanatban is vehetsz. Gyertek el, mert én azt gondolom, hogy egy igazi ünnep lesz, egy igazi keresztény ünnep. A másik, amit el kell mondanom, hogy remélem nincs senki itt, akinek angolul kell beszélni, ugyanis már nem lesz tolmácsolás. So, if you need translation, please raise your hand. Nobody, please. Yes, okay. Most, ha valaki most emelte fel a kezét, akkor azt már nem láttam, jó? Gabika szabadságot kért, mert nagyon legyengült. Hogy miért nem vagyok jól, kérdezhetnéd. Az azért van, tisztelettel, mert hogy itt a 3 hetes bőjtát én elfejtettem rágni, és egy ilyen véletlen pillanatomban ráharaptam egy rágóra, és tikk éreztem, hogy az összes csillagot látom. Mindet. A nevüket nem ismerem, és nem is tudtam megszámolni, de biztos az összeset láttam, és éreztem is. Nem mondom, hogy szülési fájdalmaim voltak, mert ez így lehet dobálózni, mert ezt nem tudom micsoda. De a lényeg az, hogy valami embertelen fájdalmat, nekem nagyon régóta nem fájt a fogam, és eszembe jutott, hogy milyen az. Tehát semmihez nem hasonlítható. Elementáris. És várj, a kocsiba ültem, és vezettem. Abban a pillanatban félreálltam, és leparkoltam, és mondtam is, hogy jó napot kívánok, itt lenyugszunk, nem sírunk. De már folytak a könnyeim. És akkor mi a megoldás? Hát a megoldás, hogy elmész fogorvoshoz. Igen ám, de nekem van egy fogorvosom, aki nem volt Budapesten, úgyhogy hát úgy tettem, mintha nem fájna a fogam. Ez azt kellett, hogy ilyen fájdalomcsillapítóból naponta annyit vettem be, mint a C-vitaminból, tudod? Tehát és folyamatosan, mint hogyha ez ilyen immunerősítő lett volna. Nem vicces volt. És akkor átmentem. De minden programot lemondtam, 3 programot nem lehetett lemondani. És bedurrant a fejem, hirtelen. De tényleg ilyen lufira. Most már jól néz ki, ahhoz képest, ne haragudjál. És növesztettem szakát, hogy ne látszódjon. De a lényeg az, hogy útlevél időpontot kellett kérnem, és akkor bementem, és az útlevél képenben nekem ekkor lesz a burrám, érted? Tehát mindig emlékeztetni fog az úr arra, hogy látod, ez akkor volt, amikor, na, így néz ki. És fölmentem a crosshondosokhoz, és megláttak, elsírták magukat, mondták, úristen, menjünk le, hozzunk neked valami gyógyszert. Hát mondom, nem adnak recept nélkül. A lényeg az, hogy Fanni, ha nézed, köszönöm, zseni volt, olyan keze van, megcsinált, most már jól vagyok. És ennek olyan sok köze nincs ahhoz, ami a mai történet lesz, de egy kicsike mégiscsak majd talán össze lehet szőni. Szóval tudok beszélni most már, így kicsit hézagosan. Akinek fáj a foga, meg tudom érteni, és imádkozom, hogy soha többé senkinek ne fájjon. És a saját módomon én nem tudtam volna megszabadulni a fájdalomtól. De jött valaki, aki értett hozzá, látta, hogy mi a probléma, és megoldotta. És voltak olyan szerek nála, amivel még a fájdalom is elmúlt. Hát így összekötöm a tanításhoz, jó? Ez a beugró. Mert a mai tanításnak a címe az áttörés. És nagyon érdekes volt, hogy a Danival itt beszéltünk egy kicsit, és mondta, hogy na, és mi lesz a tanítása? Hát mondom, figyelj ide, napokig nem aludtam csak 2 órákat, a legkisebb gondom is az volt, hogy életben maradjak. Olyan, hogy tanítást kérjek az úrtól, föl nem merült. Péntek reggel kezdődött el az élet. Addig minden programot lemondtam. Hát nem bírtam semmit csinálni. És péntek délután egy kicsit így ledültem, és mondom, uram, kérlek szóljál hozzám, hogy valakit akkor föl kell hívni. 1/2 órával később. Így. Fölültem. Ez az, köszönöm. És akkor elkezdtem írni. Hát, ami lett, azt majd meglátjátok. Mi elképzeljük azt, hogy mi jók tudunk lenni. És törekszünk is erre. És azt gondoljuk, hogy ez ilyen
kaja egyként beváltható Istennél, hogy valamit adok, ő ezért ad valamit. És hogy teljesen normális ez számunkra, és hogy körülnézünk, nem vagyunk egyedül ezzel az érzülettel, a legtöbb ember a környékünkön is valahogy próbál így bizniszelni az Istennel. Én magam nagy kereskedő voltam. Hát én elvettem őt, mondhatni így. Vannak itt tanúk, név nélkül, akikkel évekig úgy éltünk, hogy Isten volt az, akit prioritásba helyeztünk. És én úgy éltem a megtérésem után évekig, hogy februárban elkezdődött a bibliaiskola, ahogy vége volt nyáron, elkezdtem önkéntesként szolgálni, járni Európa minden részét, főleg a keleti régiót evangelizálni. Szeptembertől iskola, télen karácsonyi evangelizációk, februárig, februártól iskola, nyáron megint evangelizációt, ősszel megint iskola. Amikor vége volt, akkor meg már teljes időben mindig ezt csinálni. És képzeljétek el, hogy az Úr megáldotta. Működött. Láttam embereket megtérni, elég sokat. Láttam embereket meggyógyulni. Láttam embereket teljesen megváltozni. Láttam olyan dolgokat, amik örömöt adtak, amikor ránéztem. De amikor magamra néztem, hát a kép nagyon árnyalt lett. És akkor mondtam is, hogy az mennyire, nem figyelj ide, tehát imádkozom valakiért, tök jó van, én meg szarú. Bocsánat, ezt kivágjuk, nem vagyok jó. Tehát ez miért van, hogy én másnak az életében áldások, a saját életemben meg nem. Pedig az a biznisz, nem? Hogy én csinálom, és akkor már nehogy már ne vedd észre, hogy csinálom, akkor már figyelj már rám. Valahogy az volt a teljes elborulás az elmémben, hogy Isten nekem tartozik. Hogyha jót csinálok, akkor azokért a cselekedeteimért, én elvárhatom, hogy ő majd megáld engem. És senki nem volt, aki fölpofozott volna az álmomból, hogy ébredj föl, Isten nem ilyen. Hanem úgy teljesen jól évekig elérdekeltem így. És egy idő után a lelkesedés az elkezdett úgy lefogyni. Egy idő után már nem nagyon tudtam örülni azoknak az ügyeknek, amik körülvettek. Egy idő után már egyre inkább el voltam foglalva azzal, hogy és velem mi lesz. És tudjátok, mi a megtérésem óta én így éltem, ezért nekem tök természetes volt, hogy Isten az valahogy így működik. És az én rendszerem, az sok ember számára ugyanolyan rendszer volt. És amikor elkezdtem rosszul lenni, elkezdtem hordozni azokat a jegyeket, amik a kiégésnek a jegyei, ha nem volt senki, aki segíthetett volna. Először is titkoltam, ameddig lehetett. Már hogy néz az ki? Meg utána ott voltak azok, hogy jó, hát nehéz, de majd a szolgálatban jobb lesz. Meg aztán ott voltak azok a válaszok is, hogy csak ideig tart, és akkor majd kijössz ebből. És tényleg voltak kegyelmi időszakok, és az Úr kihozott ezekből. De az alapgondolatok nem változtak meg bennem. Még mindig a kajegyemmel boltoltam az Úrral. Hogy én odaadok neked mindent, és tényleg, amit akarsz, nagy pályás leszek, és akkor te meg aztán tényleg áraszod rám azt, amit rá ilyenkor már illik. És ha ez nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, óriási frusztráció volt bennem. És mindenki mondta, hogy de figyelj ide, hát meg kell tartani a parancsotokat, növekedni kell, tanítványozni kell, hirdetni kell az igét, tanítani kell, szolgálni kell, ezt is kell, azt is kell, és egy hosszú lista van, hogy mi mindent kell, és minél tovább vagy már úgynevezett közösségben valamilyen tag, egyre több lesz az, amit kell. És egy idő után már nem tudsz megfelelni semminek. És amit csinálsz, azt már nem olyan szívvel csinálod. Mert az elején még olyan szívvel csináltam én is. Még örültem, hogy lehet menni. Még újjongtam, és azt mondtam, Istenem, ó, mennyire jó vagy. De egy idő után ennek elveszett a fénye. És igazából a mai nap ez arról szól, hogy ebből az állapotból, ebből akar az Úr egy áttörést. És ez az áttörés, ez teljesen átváltoztat mindent. Mert igazáról arról szól a történet, hogy igen, Jézus maga is azt mondja, hogy
aki szeret engem, az megtartja az én parancsolatomat, az engedelmeskedik az én beszédemnek. De ennek az első szava az, hogy aki szeret engem. De ezt megelőzi a mínusz egyedik szó, ami nincs leírva, de egy teljes igazság, hogy előbb viszont ő szeretett minket. Tehát az egész arról szól, hogy ő szeret engem, vissza a példához, ebben a szeretetben én elfogadom a teljességet, elfogadom, hogy akármilyen vagyok, ő ugyanúgy szeret engem. Elfogadom, hogy nem a cselekedeteimért szeret. Elfogadom, hogy nem is tud jobban szeretni akkor se, ha a fél vajdaságot megtérítem. Nem tud jobban szeretni, mert már maximálisan szeret. Elfogadom, hogy akkor is ugyanúgy szeretne, ha nem mennék el. Egyszerűen csak felszabadulok abban, hogy ő teljes mértékig másképp néz rám, mint ahogy én nézek magamra. És hogy elfogadom ezeket a dolgokat, ahogy elfogadom azokat a dolgokat, amiket ő folyamatosan mond az ő beszédében, akkor ez a szeretet az, ami engem elkezd megváltoztatni, és elkezdem én is szeretni őt. A szeretet az csak belülről fakadhat. De ehhez be kell, hogy induljon. És ehhez pedig kell valaki, aki ezt beindítja. És Jézus ezt teljes mértékig beindította. Csak én valahogy rosszul értelmeztem. Valahogy rosszul láttam. Valahogy nem vettem észre, hogy minden róla szól, és minden erről a kapcsolatról. Valahogy én itt a tevékenységekbe elkezdtem megoldásokat keresni az életemre. De el kell jutni arra a pontra, hogy ebben már nincs folytatás. És amikor ezt megértettem, akkor nyilvánvaló lett ennek az igének az igazsága, hogy aki szeret engem, hát hogy ne szeretnélek téged? Aki ilyen jó vagy hozzám, aki nem tud más csinálni, csak szeretni. Aki nem tud csalódni bennem, egyszerűen hogy ne? Hát annyi szép dolgot mondtál, tettél, és akarsz még tenni értem. És akkor utána már egy egészen más szívvel kezdél az ember az ő beszédeinek az engedelmességét. Egészen mást jelent az, amit ő parancsolatnak hív. Mert már tudom azt, hogy milyen szív van mögötte. És örömmel teszem. És amikor eljöttem ma ide, kicsit bedurrant fejjel, bocsássatok meg. Amikor eljöttem ide, akkor nem azért jöttem el, mert hogy el kellett jönnöm, hanem örültem, hogy eljöhetek. Mert olyan jó együtt lenni, olyan jó szeretni az Istent, olyan jó a közösségben azt mondani, hogy beszéljünk erről, hogy Isten milyen jó. Hogy szabad vagyok. Hogy szabad lennék otthon feküdni az ágyamba, és szabad vagyok eljönni ide. De ebben a szabadságomban én a jobb részt választottam. És ez a jobb rész, hogy a barátaimmal, a testvéreimmel, azokkal, akikkel az Úr összehozott, időt töltsünk, és adjunk neki hálát. Amen. A tanításnak nincs vége, de ez volt az első rész, jó. A mi jó cselekedeteink ugye csak akkor érnek valamit, hogyha ezek hitből vannak. Viszont miben is hiszünk? Abban, hogy Isten szeret minket. De milyen szeretettel szeretünk Isten? Agapé szeretettel, ami feltétel nélküli. És könnyű azt mondani egy evangélizáció, hogy Isten feltétel nélkül szeret, megbocsátja a bűneidet, és elfogad téged úgy, ahogy vagy. És az életünk elején mi is így lettünk egyek ő vele. De valahogy erős a kényszer, hogy az életünk folytatásában mi már nem ezek mellett, az értékek mellett élünk. De az egész életünkre az ő kegyelme az, ami megoldást hoz. A feltétel nélküli örökké való szeretet. Az, hogy nem tudunk semmit tenni, hogy jobban szeressen minket. És semmit sem tehetünk azért, hogy kevésbé szeressen. Az minden nap igaz az életünkre. Mert az Isten az maga ilyen. Amikor itt volt a Földön, ő sokszor, amikor ment az emberek közé, meglátta a szükséget, mindenkit meggyógyított. Több olyan rész van az igében följegyezve, hogy reggeltől estig csak jöttek hozzá a különféle betegségekben szenvedők, és mindenkit meggyógyított. És sokan voltak közülük, akik nem követték Jézust. És sokan voltak közülük, akik
utána őt megdobálták, kigúnyolták, elhagyták. Nem volt érték számukra a megváltó. És Jézus ezt már akkor tudta, amikor őket meggyógyította ott. És nem vonta vissza az ő kegyelmét. Nem mondta vissza azt, hogy te, én tudom, hogy mit fogsz tenni, ezért inkább most akkor te állj ki a sorból, te jó leszel, te jöhetsz, te meg apostol leszel, ú, neked kétszer minden megbocsájtok, neked ne ragudjál, te menjél ki a sorból megint. Mindenkire kiárasztotta folyamatosan az ő jellemét. Amikor a leprások odajöttek hozzá, és 10 leprás jött, egy jött vissza. De mind a 9 gyógyult maradt. Egyiket sem ítélte el azért, mert elhagyta őt. És nagyon érdekes ez a szám, hogy 10 az egyhez. Az ember szíve az gyarló. És 10 olyan emberből, aki kegyelmet kap, lehet, hogy csak egy értékel valamire. De nem az én dolgom az, hogy eldöntjem, hogy ki lesz ez az egy. Nem az én dolgom az, aki limitálja azt, hogy Isten mennyire szeret mindannyiunkat. És ha ő nem ítél el senkit, ne legyek már én az, aki bárkinek terhet rak a nyakában. És különben is, bármikor vissza lehet térni hozzám. Ezt a szövetséget ő kötötte velünk. Ezt mi semmilyen módon, semmilyen körülmények között nem tudjuk felrúgni. Ő szerezte és őt tartja fent. Hogy mi elszaladunk, mint a leprások, vagy megdobáljuk őt, ez nem változtat azon, hogy ő hogyan viszonyul hozzánk. És minden nap egy ilyen Istennel tudunk találkozni. Az jó hír azért, nem? Mert hogyha ez nem jó hír, akkor ki kell kapcsolni a mikrofont, be kell kapcsolni a villanyt, ezt mehet mindenki haza. A hét közepén volt egy beszélgetésem, és azt mondta valaki, hogy tök jó volt, ami a múlt héten volt. Hát mondom, tényleg, és mi volt benne jó? Azt mondja, hogy a sztori. Meg a személyes. Akkor tudod mit? Hoztam egy sztorit, jó? Az a cím, hogy nem tudsz két kézzel lőni. Buta cím, de meg fogod érteni. A történet elég régi, és nem is amerikai, hanem magyar. Az úriembert Takács Károlynak hívják. 1910-ben született egy szegény családban. Egy egyszerű körülmények között élő emberke volt. És elég gyorsan fölmérte azt, hogy 900-as évek elején egy szegény családból nem olyan könnyű a fölemelkedés, elég nagy volt ugye az éhezés, elég sok volt a szükség az első világháború után is. És azt mondta, hogy katona lesz. És ha katona lesz, akkor ott lesz kaja, lesz karrier, belátható lehetőségeken belül. És nagyon jó lövő volt, sportlövő volt. És 1936-ban a berlini olimpiára, amikor kiküldték a csapatot, ő már az ország legjobb lövője volt. De mivel, hogy szegény családból jött, ezért ő nem lehetett tiszt, csak tiszt helyettes. A Magyar Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy a lövészetre csak tiszteket visznek ki. Hétköznapi embereket nem. Emiatt ő nem jutott ki az olimpiára. Más országokban másképp döntöttek, és az olimpiai bajnokságot a svédek és a németek nyerték meg a lövészetben. Az ő eredményénél rosszabb eredményekkel olimpiai bajnokok lettek. Tiszt helyettesek. És ez egy óriás csalódás volt az ő számára. De ez igazából a csalódásának csak az első lépcsője volt. Ugyanis ő jobbkezes volt, és szolgáló katona is. És 1938-ban egy gránát szétszedése közben a gránát lerubbantotta a karját, a jobb kezét. Így. És megkérdezte az úr tőlem, hogy te mit tettél volna. Hát igazából sokkot kaptam. Ott véget ért a próbálkozás. Véget ért az, hogy a saját erejéből ő akár egy következő olimpián elindulhasson. És igen, elkezdett megtanulni balkézzel írni, és elkezdett balkézzel lőni. De az már nem az ő elsődleges képessége volt. Az nem az ő erőssége volt. Hiszen mindaddig, amíg megvolt a jobb keze, a balt nem is használta.
És tudod, amikor te elkezded a legjobbadat hozni, de már olyan körülmények között vagy, hogy már nincs is erősséged, és nincs ebben igazi meggyőződésem, ez nem jó szó. A körülmények hatása alatt vagy, így jó? Akkor hiába álmodott te azt, hogy te olimpiai bajnok leszel. Ahhoz már kell valami plusz, ami nem rajtad múlik. Ez a plusz pedig az volt, hogy ő katona volt, és félkezű katona az nem katona. Le akarták szerelni. És mondták neki, hogy figyelj ide, hát nehogy majd te ingyen éljél, mert rokkantságit kapsz. Ami történt, az annyira vicces. Elnöki kegyelmet kapott, hogy katona maradhasson. A kormányzó különleges kegyelmet adott arra, hogy ő félkézzel is katona lehessen. És elkezdett bal kézzel lőni. Jött a második világháború, és ugye 40-ben és 44-ben nem rendeztek olimpiát. 1948-ban, Londonban, pisztolylövésben, bal kézzel, olimpiai bajnok, Takács Károly. Ami nem sikerült a jobb kézzel. Mert ő a törvény adta lehetőségek szerint, neki nem volt lehetősége elmenni a Berlin olimpiára. Amikor elvesztette azt, hogy ő jobb kézzel valamit is csinálhat, akkor jött egy második esély. Akkor jött egy áttörés. Akkor jött az, ami az ő teljes örömét hordozta. Amiben az ő álmai megvalósultak. És ez pedig az volt, hogy bal kézzel olimpiai bajnok lett. Lehet még egy-két történet? Ehhez kapcsolódik, jó? Az első, nagyon vicces, hogy az olimpián, akkor még nem volt internet, és az újságírók így nézték, hogy ez az úriember, ez miért bal kézzel fog kezet? Azt mondja, már nincs jobb keze. Azt mondja, még jó, hogy bal kezes. Nem, jobb kezes volt. Óriási szenzáció lett, úgyhogy a döntőre már a fél európai sajtó már ott figyelte, hogy mi lesz vele. És nagyon izgalmas volt a döntő, és majdnem kizárták, nagyon nagy feszültség volt, és ugye a lövészetben azt számít, hogy nyugodt legyél. Tehát ha ideges vagy, akkor nem annyira jól tudsz lőni, azt mondják. És világcsúccsal lett olimpiai bajnok, és mondták mindenkinek, hogy mikrofon tessék, hogy ott nyilatkozzon. Benyúlt a zsebébe, és kivette az előre megírt győzelmi beszédét. Mert tudta, hogy ő meg fogja nyerni. 4 évvel később, 1952 Helsinki, olimpiai bajnok, Takács Károly. Előre veszi az megírt levelét, beszédét is felvassa. És az ezüstérmes lett az ő tanítványa. Hát ez a történet. És ez a történet az áttöréshez kapcsolódik, hogy amikor véget ér az, ami a saját lehetőségünk, véget ér az, hogy mi megpróbálkozunk, az még nem jelenti azt, hogy ott véget ér az élet. Nem jelenti azt, hogy Isten ne tudna olyan dolgokat tenni, amit mi el sem tudunk képzelni. És igazából kicsit sokat ugrok, de nem baj. Még egyet ugrok, és ez most innentől kezdve egy nagyon izgalmas lesz. Ugye még ki sem nyitottuk az igét, akkor nyissátok ki velem a Máté evangéliumánál az első fejezetnél. A Máté evangéliumának az első fejezete az Jézus Krisztusnak a családfáját tárja elénk. És ez a fejezet nagyon sok kincset tartogat. Összesen 4 darab hölgy van, akit megemlítenek a családfának az említésekor. Nyilvánvaló, hogy minden férfi mellett ott volt a nő, aki a munkát elvégezte, de valahogy nem került bele a családfa említésébe, de 4 hölgy belekerült. És a Máté evangéliumának az első fejezetében a harmadik vers az így szól, Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah. Most végigolvasom minden 4-et. Utána a következő volt, Számon fia volt Ráhábtól Boáz, ugyanebben a versben Boázé Ruttól Obéd,
És a következő versben Dávid fia volt Salamon úriás feleségétől. Az a név már nincs megemlítve, és róla már nem is fogunk beszélni. Tehát van így három hölgy, aki a Máté evangéliumának az első fejezetében név szerint meg van említve. Ezek közül a legelső az Támár, aki semmilyen szinten nem az volt, amit mi ma elgondolunk. Amikor mi gondolkozunk azon, hogy Istennek a családfájába kik kerülhetnének bele, akkor mi nagyon szépen körülírnánk, és igen szűk lenne az a keresztmetszet, amire az emberek úgy megfelelnének. Támár kánai nő volt. Nem izraelita. De ugyanúgy nem volt izraelita Ráhab, és ugyanúgy nem volt izraelita Rút sem. Sőt, akiről ma nem beszélünk, az úriás felesége valószínű, hogy az is hitteus volt. Tehát azok a nők, akik nem is voltak izraeli származásúak, semmilyen szinten nem a törvény engedelmessége miatt, az ő családi hátterük, az ő kiválóságuk miatt, hanem a szívük miatt kerültek ebbe a felsorolásba. És amit el tudok mondani, ha valaki a Jézus Krisztus családfájába megemlítésre kerül, annál nagyobb tisztesség nem sokszor van. És menjünk vissza ehhez a hölgyhöz, aki Támár volt. A története az első Mózesnek a 38. fejezetében van. És ez a hölgy, ez egy kánaani nő volt, és maga Júda kinézte az ő fiainak, az ön legidősebb fiának feleségként. Ilyen házasság közvetítő volt az ügyben. És mondta neki, hogy fiam, itt a feleséged. Igen, apám. És viszont a fia az gonosz volt, az első szülött, és a házasság nem tartott sokáig, ez a fiú, ez meghalt. És úgy szólt az izraelieknek a törvénye, hogyha meghalt az első szülött fiú, és a felesége még él, akkor a második szülött fiúnak el kell vennie a hölgyet, hogy legyenek utódok. És Izraelben ez egy igen erős törvény volt, nem olyan, amit nem tartottak meg, hanem ezt megtartották. És Júda hozzáadta Támárhoz a második szülött fiát. És minthogyha kopírozták volna az eseményt, a második fiú is nagyon gonosz volt, és nem tartott sokáig ez a házasság is. Úgyhogy Támár két férfit is elfogyasztott, mondanák ma, szóval a férfiak gonoszsága volt, nyilvánvalóan írja az ige is, de özvegy lett. Tehát ott van egy kétszeresen özvegy hölgy, és Júda egy vakarja a fejét, és mondja, hogy még van egy kicsi fiam. Azt is hozzá kéne adnom. Még jó, hogy kicsi. És ő belül a szívébe tudta, hogy ő soha nem fogja hozzáadni a harmadik fiát, mert én nem tudom, miket gondolt, mert ezt nem írja le a Biblia, de biztos, hogy szerette volna, ha a harmadik fia nem is találkozik ezzel a nővel. A nőnek azt mondta, hogy amikor majd felnő a fiam, akkor majd odaadom, és akkor újra házasságban élhetsz. De eltelt hosszú idő. A 12. vers azt írja, hogy hosszabb idő múlva. Több év, akár évtizedek is eltehettek. És Júdának a szívében nem történt változás. Annyi történt, hogy az ő felesége meghalt. És amikor meghalt az ő felesége, annyira gentleman volt ez a szó, amit mondta, hogy megvigasztalódott. És elment birkát nyírni. És amikor elment birkát nyírni, meglátott egy hölgyet, akiről nem tudta, hogy kicsoda. És bement hozzá, mert azt gondolta, hogy egy prostituált. És ez a hölgy zálogot kért tőle. És ő odaadta azt a zálogot. Ez a hölgy ettől a naptól kezdve állapotos lett, és úgy, de nem tudta, hogy ki ez a hölgy. Kicsit gyanús volt neki, hogy nem kapta vissza az zálogát, de megtudta, hogy az ő rokona, ez a Támár, ez állapotos lett. Ezért azt mondta a fejezet 21. versének a végén, hogy égessék meg, hogy meg kell halnia.
És az utolsó pillanatban volt az, hogy Tamár mondta, hogy Máriám, én ezeket szeretném bemutatni, mert ettől vagyok állapotos. Amikor életben maradt. Ebből a házasságon kívüli kapcsolatból, ebből a nem is tudom, hogy nevezzem, milyen állapotból, ikrek születtek. És ennek a születésnek nagyon nagy jelentősége lesz. Az első az az, hogy az első gyerek kidugta a kezét, a 28. vers. Szülés közben az egyik kidugta a kezét, a bába megfogta, és vonós fonalat kötött a kezére, és úgy szólt, ez jött ki először. De amikor visszahúzta a kezét, mégis a testvére jött ki. A bába ezt kérdezte, honnan törtél magadnak rést? Ezért nevezte el annak apja Péretnek. Utána kijött a testvére, akinek vörös fonál volt a kezén, ez Zérachnak nevezte el. Szóval ikrek voltak Tamárnak a méhében, és Zérach így kidugta a kezét, mint egy Superman. És akkor a bába azt mondta, várjál, nehogy itt összekeveredjél valakivel, rákötötte a vörös fonalat, hogy akkor megvan, hogy ki az első. Na most, ha van lehetetlen kategória, akkor az, hogy te itt beelőzzél. Tehát ez nem a Forma 1. Tehát a lehetetlen. Tehát valaki első szülött, az első szülött. És az izraelieknél erre aztán nagyon odafigyeltek, mert az örökkölés és minden más is az első szülöttségről szólt. És akkor itt van ez a srác, aki már úgy érte, hogy hú, de hogy, az kiderült, hogy á, de hogy. Mert a semmiből, a lehetetlenből a másik kijött. És a bába ott van, azt mondja, te meg hogy kerültél ide? Ez van leírva. Hát mást is mondhatott volna, csak más nem tudott mondani. És akkor az, legyen a neve Pérec, mert a semmiből jött. Ami magyarul annyit jelent, hogy áttörés. A törés. Hogy valaki úgy kerül oda, hogy nem kerülhetett volna oda. És úgy lesz elsőszülött, hogy nem az lett volna. Hogy úgy lesz övé minden, hogy a másiknak ott volt a fonál a kezén. Hogy lehetetlen volt, hogy ő beelőz, és mindenki úgy nézi, hogy te hogy kerültél ide? Így született meg Pérec. Így született meg az az ember, aki a születésekor már képviselt valamit. És az, akit megelőzött, az a saját erejéből való feltörekvést hordozza a nevében, mert az Zérach azt jelenti a felmenetelő, a menetelő, az erős, a fényes. Ezt megelőzi az áttörés, az Isten kegyelme, ami lehetetlen, de mégis mindent te felülír. És ez az ember, ez egy nagyon áldott ember volt. Olyan sok mindent nem ír róla az ige. Ír arról, hogy nemzetsége lett, és arról is, hogy a fiainak is nemzetsége lett, ez a 4. Mózes 26. fejezetében a 20-as és a 21. vers. Ami még fontosabb, hogy ugye sem ez a drága hölgy, sem pedig az ő gyermeke Pérec, amikor éltek, nem tudtak egy dologról, hogy ők benne lesznek a Máté evangéliumának első fejezetében. Arról nekik gőzük nem volt. Ők élték az életüket. De Isten ilyen embereken keresztül szerette volna bemutatni, hogy ő milyen, hogy milyen az ő családja. A második nő, akiről egy kicsit beszélnék, ugye, ez Ráháb, és hát az ő történetét mindenki ismeri, és olyan sokat nem is akarok itt ezzel időzni, de annyit elmondanék róla, ugye, hogy ő egy parázna volt szó szerint, és a kémek is nála laktak, abszolút Izrael ellensége volt. Lehetetlen helyzetben volt ő is. Igen, tudta, hogy Istennek a szíve az izraeliekkel van. Hogy akármilyen bénák, ő győzelemre viszi az ügyüket. Igen, tudta, hogy az ő városa az el fog esni. Igen, tudta, hogy mindenki retteg. De ő, hát még a rettegők között is a lenézett volt. Tehát, hogyha van hátrány, akkor ezt annak hívják. De a kémek hozzámentek be. És az a körülmény már nem tőle függött. Semmit nem tehetett azért, hogy ő kapcsolatba kerüljön Izraellel. És az Isten kegyelmével.
de bementek hozzá a kémek. És nyilvánvaló, hogy ő a szíve szerint viselkedett velük, és elrejtette őket. És megkérte, hogy ha visszajönnek őt, ne bántsák. És ez így is történt. De nem ez a kulcsa a történetnek. A kulcsa a történetek az, hogy nem ő irányította az eseményeket. Ő megtett mindent. Fölismerte az összefüggéseket. De a saját feltörekvése, a saját lehetősége és értelme nem tette lehetővé, hogy ő megmeneküljön. Az tőle független volt. És a következő, akit szeretném, hogyha megvizsgálnánk, az nem csak egy történet a Bibliában, hanem ő egy egész könyvet is kapott. Egy moábita menekült. Egy teljesen lenullázott hölgy. Annyi pénze nincs, hogy kenyeret vegye magának, mondanák ma. És valami messzi országból jött. Elhagyta azt a kultúrát, amúgy özvegy volt, amúgy semmit nem tudott hozni magával, csak a gyászt és a veszteségeit. És megérkezik Boázhoz. És a történetet mindannyian tudjátok. De egy kicsi kis pont, és ez pedig az, hogy igen, ő dolgozott, hogy életben maradjon. Igen, ő reggel kiment és szedegetett. Igen, ő nem lustálkodott. De nem volt arra ráhatása, hogy Boáz feleségül vegye. Semmi. El se tudta képzelni, hogy ilyen lehetséges. Azt tudta elképzelni, hogy egy kicsit többet kap a munkájáért, és ez az ő áldása. De Isten egészen másképpen gondolkodott felőle. És Boázon keresztül jött közel hozzá. Egy külső által a kontroll nélkül lévő eseménynek lett az élvezője. Nem a saját cselekedetei szerint. Nem azért, hogy ő igazából mit tett, hanem azért, aki. És erre ő úgy reagált nyilvánvalóan, hogy teljesen örült. És ez a példa egy kicsit visszavezet minket Krisztushoz, és ahhoz, hogy mi milyen viszonyban vagyunk. Amikor megértjük azt, hogy ő kicsoda, és megértjük azt, hogy ő csak azért szeret minket, mert vagyunk, és neki fontosabbak vagyunk, mint amit teszünk. Az nem azt jelenti, hogy mi nem fogunk utána semmit tenni. De már egy más státuszba kerülünk, és ebben a státuszban békesség van. Megnyugvás van. Hazaérkezés van. És abból már tehetünk, amit szeretnénk tenni. Egységben a férjünkkel, egységben a mi szerelmünkkel, élvezve az ő hátterét, hiszen minden, ami az övé, az a miénk is. Hölgyeim és uraim, Ráháb is, és Rút is feleség lett. Hazaérkezett Istenben. Nem kellett bizonytalanságba jönnie. És belekerültek a Máté egybe, mint Krisztus családfájába. És ez úgy szól hozzánk, hogy mi is hazaérkeztünk Krisztushoz. Nekünk ugyanúgy békességünk lehet. Ő már nem úgy néz ránk, hogy mi vagyunk a gyászolók, a szegények, a szükségben lévők, akik esetleg azt tekintik áldásnak, hogy egy kicsit többet szedhetnek. És még mindig a munkájuk alapján akarnak valamilyen szinten Isten felé is bemutatkozni. Ő azt szeretné, ha mi szívünk az övé lenne. És amikor ez megtörténik, az nem csak nekünk jó, az jó neki is. És igazából elérkeztünk a mai estének a csúcspontjára, akkor azt jelenti, hogy lassan vége lesz. Élveztétek? Ha nem, akkor is ez van, néha a rossz főzeléket is meg kell enni. Remélem ez azért jobb volt enne. Ami viszont a lényeg, hogy ugye Boáz egy fejedelem volt. És a Rút könyvébe gyertek velem, jó? Rút könyvének a 4. fejezetében. Egy gazdag fejedelem, aki annyira örült, hogy végre megházasodott. És hogy Rút volt az ő felesége. És elhatározta, hogy egy hatalmas világra szóló lakodalmat csinál, ahova az egész nép hivatalos volt. Az sok embert jelent. És képzeljétek el, hogy amikor eljött ez a nagy nap, eljött az a nap, amiről
abban az évben az éves esküvőjeképpen csináltak volna fényképeket. Az a nap, amiről mindenki beszélt és lájkolta volna a Facebookon, a legnagyobb nap. Az a nap, ami abban a közösségben kiemelkedő esemény volt, mert olyan sok fejedelem nem élt azon a környéken. Történt valami nagyon érdekes, és ezt följegyezte az ige, hogy mi is tudjuk. Ugyanis, amikor a vének oda mentek, áldást mondtak az ifjú párra. És ennek az áldásnak volt több része, mi most egy részét vizsgáljuk meg. És ez a vizsgálat a következő. A negyedik fejezetnek a 12. verse a következőt írja. Legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit rajtad majd az Úr neked jelöl ettől a fiatal asszonytól. Tehát legyen olyan a házad, mint a Pérec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak révén, aki majd születik neked. Ez volt a legmélyebb áldás, amit adhattak a legkiemelkedőbb párnak, a vőlegény révén. Hogyha igazán áldott leszel, az olyan, mint a Pérec háza, az áttörés háza, akik a semmiből jöttek, akik bakkézzel lesznek olimpiai bajnokok, akik hazaérkeztek, akik már élvezik azt, hogy Isten áldottai. Élvezik, hogy kegyelemből van az életük minden nap. Élvezik azt, hogy Isten velük van. És nagyon érdekes dolog történt. Ugyanis a fejezet egy kicsit később arról számol be, a 17. versebben a fejezetben, hogy fia született Naominak, és elnevezték őt Obednak, ez volt Dávid apjának, Isainak az apja. Megszületett az első szülött fia, akit Obednak neveztek el, és ő Dávidnak a nagyapja volt. És ha egy ember van az ő szövetségben, aki tudta, megélte, képviselt, és emiatt hihetetlen markáns személyiségként jelen van még a mai napig mindannyiunk előtt a Bibliában, az Dávid volt. Aki tudta, hogy nem a saját munkája miatt, nem a saját háttere miatt, hanem az Isten miatt. Ő egy áttört életet élhet, aminek az íve nem az, ami a környezeté, hanem olyan, amilyen soha nem lehetne az övé. És ugye ebben az évben ilyen évindító alaptanításokról beszéltünk. Éljétek meg a Pérec háza áldását, hogy áttörtek vagytok, akik Krisztusban hazaértetek. Éljétek meg, hogy lehet, hogy elvesztetted a jobb kezed. Lehet, hogy nincs semmi, ami amellett szólna, hogy te olimpiai bajnok lehetsz. Lehet, hogy elfáradtál abban, hogy a szolgálatodban, a keresztény életedben már kiüresedtél. Lehet, hogy már nem tudsz és nem is akarsz megfelelni senkinek a környezetedben. Lehet, hogy lehetetlen az a helyzet, ahonnan előre akar hozni az Úr. De a kegyelem erről szól. A hétköznapokról. Az egyszerű hétköznapokról. Hogy ott akar az Úr nekünk adni olyan áldásokat, ami őt mutatja be nekünk. És akár elfogadjuk ezt, akár nem, ő ilyen lesz velünk. Mennyivel jobb ezt elfogadni? Mennyivel jobb ezt megélni? Azzal az élettel, ami nem jön vissza. És tudjátok, ahogy öregszem, egyre inkább rájövök egy-két dologra. Az egyiket megosztom itt a végén, jó? Isten, imádkozunk, dicsőítünk, és nagy kiváltság itt lenni veletek. Biztosan. Én tudom. A félelem akár magunktól, akár a jövőtől, akár a szeretettől, akár Istentől, az nagyon fájdalmas. Az az állapot, hogy meg akarok felelni magamnak, másoknak, Istennek, az is nagyon fájdalmas. Amit Isten ad nekünk,
és szeretném, hogy ebben az évben ebben megerősödnénk. És hogyha otthon, a munkában, a barátok közt is megerősödnétek, az a feltétel nélküli szeretet, amit nem mi harcoltunk ki, ami a körülményeinket megsegíti, hogy a bennünk rejlő tehetség egy színpadot kapjon, ahol kivirágzik. Ez szép volt. De... nem ez, amit mondani akartam. Ez a következő. Rájöttem, hogy a szeretet az mennyire fontos. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy szeretlek titeket, és örülök, hogy itt vagyok. Szabad lennék máshol lenni. A szeretet miatt vagyok itt. Nem az ime kell. Akinek meg kéne felelnem, már megfeleltem. Azért vagyok itt, hogy ebben élvezzük azt, hogy milyen jó. Hát azt hiszem zárszónak ennyi, jó? Imádkozzunk, dicsőítsünk. Édesatyám, annyira köszönöm, hogy te áttörést akarsz adni nekünk ebben az évben. És ez az áttörés ki akarja szorítani a szikráját is annak, hogy meg kell felelnünk. Ez az áttörés az valóban egy teljes új kezdetet akar adni. Olyan, mintha elvesztenénk a jobb kezünket, hogy a bal kezünk előjünk, Uram. Hogy nincs összefüggés a félelem és a szeretet között. És köszönjük, hogy te vagy az, aki vezeted az életünket, és tanítasz minket. És egyszerűen te nem csalódsz bennünk. Hogy mi akárhogy reagálunk, te mindig ilyen leszel. Életünk minden napján is. Köszönjük azt a kiváltságot, hogy ma itt előtted élvezhetjük, hogy te elfogadtál és szeretsz minket. Jó ez a közösség. Áldunk téged ezért, és a dicsőítésben is csak hálát akarunk adni, hogy olimpiai bajnokok vagyunk, hervadhatatlan koronával, hogy örökké élünk, hogy ezt nem vonod vissza. És köszönjük azt is, hogy adtad ezt a közösséget, és adtál minket egymásnak, és szeretnénk a napjainkat úgy élni, hogy szeretjük egymást. Jézus nevében. Amen. Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküle, nem ismerve a kegyelmed és féltő szereteted. Mert egy gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál. Nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem. Nagy kegyelmed téged, ünnepellek téged, és senki más, amíg csak élek. Áldom, nagy kegyelmed téged, ünnepellek téged, és senki más, amíg csak értem, hogyan létezhettem nélküle, mint ismerve a kegyelmed és féltő szereteted. Te gyermekeddé fogadtál, új életed ajándékoztál. Nem kínosz már a félelem, mert mindig itt vagy velem. Kegyelmed téged, ünnepellek téged, senki más,
amíg csak élek. Áldom nagy kegyelmet, téged ünnepellek, téged, és senki mást, amíg csak élek. Én még mit sem tudtam rólad, de már akkor szerettél. Anyám mélyétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, a jelenlétedben. Éjszakám és nappalom, te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhessek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, a jelenlétedben ruhádat megérintettem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Szerelem féltőn átkorul, hozzád bolyban nyugszik meg lelkem.
egészséged szárnyakra emel. Nem rémít háborgó tenger szerelmed, szerelmed féltőn átkarol. Hozzád bolyban nyugszik meg lelkem, békességet szárnyakra emelt. Nem rémít a háborgó tenger. Hűséges, szövetségesem, Uram is megváltó, közelséged elég nekem, tökéletes Jézus. Reményem, öröm, forrásom, belőled fakadik szem, koronám, minden gazdagságom te vagy, tökéletes Jézus. Szerelem féltőn átkarol, hozzád bolyban nyugszik meg lelkem, békességed szárnyakra emel. Nem rémít a háborgó tenger szerelmed, szerelmed féltőn átkarol. Hozzád bolyban nyugszik meg lelkem, békességet szárnyakra emel. Nem rémít a háborgó tenger, reménységem, amíg élek el nem hagy az színre látlak majd. Reménységem, amíg élek el nem hal, az út végén színről színre szerelmed féltőn átkarol, hozzád bolyban nyugszik meg lelkem, békessége szárnyakra emel. Nem rémít a háborgó tenger szerelmed, szerelme féltőn átkarol, hozzád bolyban nyugszik meg lelkem, békessége szárnyakra emel. Nem rémít a háborgó tenger. Édesatyám, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és
most megragadjuk ezt a csodálatos visszanemtérő lehetőséget. A mai napot. Mert a mai napban szeretsz. És most, Uram, eléd hozunk minden próbálkozásunkat. A saját erőködéseinket. Azokat az utakat, amik nem vittek eredményre. Letesszük eléd. Úgy, mint akik tudják, hogy nem tudják megoldani. És csak kérünk téged, hogy áraszd ki ránk azt, amire nincs befolyásunk. A feltétel nélküli jó indulatod, a te elfogadásod, a te szereteted, azt a békességet, azt az örömet, azt a megnyugvást, amire vágyunk. Köszönjük, hogy neked, Uram, jó terved van, hogy te áldó Isten vagy. És ezzel az áttöréssel, amit te vagy az életünkben, hadd legyünk gazdagabbak, hadd legyen a miénk, hadd legyen ez, Uram, ami minden nap, Uram, bevilágítja az életünket. Hadd legyen ez, Uram, amire úgy tudunk nézni, hogy ezek vagyunk. Azok, akik ide kerültek Jézus Krisztus miatt. Hogy ő volt az, aki áttörte az egeket, és széttört minden akadályt. Ő volt az, aki legyőzte az ellenség minden erejét. Ő volt az, aki utat nyitott, ahol nem volt út, hogy mi jöhessünk győztesként, hogy mi jöhessünk fiakként, hogy mi jöhessünk örökösökként, hogy jöhessünk úgy, hogy a tiéd vagyunk, hogy már nem elszegényedett vándorok, akik gyászolnak, hanem mennyasszonyod, akik a feleséged lesznek. Köszönjük a te beszédedet, amely élet és szellem. És ma, Uram, hálát adunk ezért, és újongunk neked, hogy a te jóságod, a te szereteted nem változik. Hogy minden nap kiárad minden egyes élőlényre. De mi azok vagyunk, akik ezt megragadjuk, akik visszajönnek, akik leborulnak, akik megértik, mi történt velük, akik hálásak. Akik azt mondják, jó nekünk te nálad, mert nincs senki olyan, mint te. Nincs senki, aki a csodák istene. Nincs senki, aki feltétel nélkül szeret. Uram, ebben akarunk élni, és szóljon erről ez az év. Jézus drága nevében, és mindenki mondja, amen. Amen, amen. Köszönjük a közreműködőknek még egyszer egy nagy tapsot Bandinak és a csapatának. Legyen nagyon-nagyon finom hetetek, tele áldásokkal. Már dolgozunk azon, hogy hamarosan kinyisson a kávézó. A betanulási időszaka van, és nagyon sokan jelentkeztetek. Ha valaki akar még jelentkezni, akkor a Donátot keresse meg a Facebookon, és élvezzétek a közösséget, ami a legfontosabb az életben. Sziasztok!